Sziasztok, Eszter vagyok, ez itt a Mobilis Diáklabor, sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ma az ötödikesekhez szólunk elsősorban, de nyugodtan bárki bekapcsolódhat, aki egy kis kedvet érez az otthoni kísérletezéshez. Ugyanis otthoni kísérletet fogok nektek mutatni. A levegővel, légáramlással fogunk foglalkozni, és ezen belül egy törvényjel, mégpedig Bernauli törvényjel, amely kimondja, hogy a tárgyak szeretnek a gyorsan mozgó levegő irányába elmozdulni. Erre egy hétköznapi példát is felhoznék. Például a vasútállomásokon a peronok mentén egy biztonsági csíkot festenek fel. Ez pontosan azért van, hogy ne menjünk túl közel a mozgó vonatokhoz, ugyanis a mozgó vonat mellett ugye a levegő is gyorsabban áramlik, és ez a gyorsan áramló levegő, ez beszippanthat bennünket a vonat alá, illetve azt úgy is lehet mondani, hogy a külső levegő benyomhat bennünket a mozgó vonat alá. Tehát nem árt óvatosnak lennünk ilyen esetben, de most nézzük meg az otthoni kísérletünket, amihez nincs szükségünk másra, mint egy tölcsérre. Én üvegtöltsért használok, de ti nyugodtan használjatok műanyag Biztos, hogy otthon találtok egy-kettőt, illetve egy pingponglabdára lesz szükségünk. A következő történet ki, szeretném kiuttatni a pingponglabdámat ebből a tölcsérből. mire gondol mindenki első megoldásként? Fújjunk bele a tölcsérbe. Ugye fontos, hogy ejtéssel nem juttathatom ki, csak is fújással. Látszik, hogy akárhogy erőlködöm, a labda nem fog elmozdulni, Ö, nagy mértékben a tölcsérben, tehát nem fog ö, kiugrani a tölcsérből. Miért is nem ugrik ki? Ugyanis ugye egy gyorsan mozgó légáramlás ö, jön létre, amikor én belefújok a tölcsérbe, ez a levegő, ez a labda körül áramlik, és gyakorlatilag ez, ebben a levegőben szeret tartózkodni a labda, vagy azt is mondhatom, hogy a tölcsér felett és a labda felett található levegő visszanyomja a labdát ebbe a gyorsan mozgó levegőbe. Látjuk is, hogy a labda folyamatosan szeretne kijutni, tehát rezeg bent a tölcsérben, de mindig uh, visszakerül uh, a tölcsér uh, szájához, a külső levegő visszapofozza mindig a labdánkat. Ezt meg tudom mutatni, hogy lefelé is működik a kísérlet, tehát ha belefújok a csőbe, akkor nézzetek meg, hogy mi történik. Amíg ugye fújtam, addig a labdánk nem esett ki, hiszen uh, ismételten egy gyors áramlású uh, levegő uh, réteget, tömeget hoztam létre a labda körül, és a labda ebben a gyors áramlású levegőben tartózkodott. egészen addig, amíg fújtam. De hogyan tudjuk a tölcsérből kiuttatni a labdánkat? Nagyon egyszerűen, ha vízszintesen elfújunk a tölcsér pereme felett, akkor egy gyors áramlású légréteget hozunk ott létre, és a labdánk Ebbe a gyorsan mozgó levegőbe nagyon szépen beleugrik. Nézzük meg, működik-e az elmélet. Működik az elméletünk, tehát a labda beleugrott ebbe a gyors ö, áramlású levegőbe, vagy azt is mondhatom, hogy az alsóbb légrétegek belepréselték ö, a gyors áramlású levegőbe a labdánkat. Mindenkinek jó kísérletezést kívánok! Sziasztok, Eszter vagyok, ez itt a Mobilis Diáklabor, sok szeretettel köszöntelek benneteket. Otthoni kísérletezésre invitálok benneteket. Elsősorban az ötödikesekhez szólunk, de bárki kapcsolódhat, akinek kedve van az otthoni kísérletezéshez. Ma a levegővel kapcsolatos kísérleteket hajtunk végre, illetve légáramlással kapcsolatos kísérleteket, és ehhez egy törvényel kell megismerkednünk, ez a Bernoulli törvény, amely kimondja, hogy a tárgyak szeretnek a gyorsan mozgó levegő irányába elmozdulni. Ugyanis a gyorsan mozgó levegőnek kisebb lesz a nyomása, erről majd később tanulni fogtok. Ugye a levegőnek bizony nyomása is van, tehát rám is nehezedik légnyomás, mint mindenkire. Ez a felettem lévő levegő oszlopnak a súlya. A mostani kísérletünkhöz kettő vagy három dologra van szükségünk. Az egyik, az egy szívószál, feltétlenül csuklós szívószál kell, hogy legyen, hiszen fel kell hajtanunk a csuklós végét, illetve Szükségünk van egy hungarocell labdára, vagy pingpong labdára az erősebb tüdejűeknek. Ezt a kísérletet Popeye pipájának is hívják. Aki szeretné, a rajzfilmben megnézheti ezt a pipát. Mi most ezt lemodellezzük. Gyakorlatilag bele fogok fújni ebbe a csőbe, és a cső fölé fogom helyezni a labdánkat. Nézzük meg, hogy mi történik. Látszott, hogy a labda a cső felett lebegett, egy kicsit táncolt is. Nem esett le egészen addig, amíg a fújást nem hagytam abba, de nem is szállt el a labda. Miért volt ez? Ugye az előbb említett törvény, ki mondja, hogy a tárgyak szeretnek a gyorsan mozgó levegőben tartózkodni. Amikor én kifújtam a csövön keresztül a szívószálon keresztül ezt a levegőt, akkor egy gyorsáramlású levegő tömeget hoztam létre a labda körül, és a labda ebben a gyorsáramlású levegőben tartózkodott. Megpróbált kimozdulni belőle, de a külső légrétegek visszapofozták mindig ezt a labdát a gyorsan mozgó levegőbe, hiszen a külső levegőnek nagyobb volt a nyomása a belül áramló, a labda körül áramló levegőhöz képest. Ugye látszott, hogy a labda próbált kijutni, de nem sikerült neki. Ezért ö, folyamatosan ugye a pipa ö, felett lebeget. Ha ügyesek vagyunk, akkor kicsit meg is tudjuk dönteni ö, ezt a pipát, és látszik, hogy a labda még mindig nem potjan le, és a, le, ebben a gyors ö, áramlású levegőben tartózkodik. Azt hiszem most nagyon szépen látszott, hogy bizonyos szögben még a labdánk, a labdánkat lebegtetni tudtuk. Ezt a kísérletet fel lehet turbozni, hogyha van otthon hajszállítótok, már pedig mindenkinek van. Nekem egy ilyen kis úti hajszárítón van, úgyhogy én ezt maximális fokozatra fogom állítani, és fölé helyezem a hungarocer labdámat. Ezzel sokkal látványosabb a kísérlet. Lehet látni, hogy a labdánk gyönyörűen benne maradt ebben a gyorsan államló levegőben, még egy picit pörgött is benne, ugyanis ő tényleg szeretett volna valahogy kijutni, de hát a külső légnyomás visszapréselte a, ebbe a légtömegbe a kis hungarocell labdánkat. És mivel már jó idő van, és kezdődnek a kerti munkák, és biztos, hogy sokaknak van otthon lombfúvója, kint a kertben lombfúvóval is meg lehet ismételni ezt a kísérletet. Ez feltétlenül kérjétek a szülők segítségét, ugyanúgy, mint a hajszárítós kísérlethez. Ugye a lombfúvónak van egy szívó és egy fúvó része, fontos, hogy a fúvó része fölé tartsuk a labdát. Egy nagyobb labdát használunk már, itt egy gumilabdát használok, és ezt fogom a lombfúvó fölé tartani. Nagyon hangos lesz a kísérlet, hogy senki ne ijedjen meg a tévék előtt sem. Azt hiszem, hogy nagyon látványosan ö, lehetett látni, nagyon látványos volt a kísérlet, hogy a labdánk szépen pattogott a gyorsan áramló ö, levegőben, ismételten nem jutott ki. Amikor ugye megszüntettük ezt a légáramlást, akkor a ö, labda lezuhant, hiszen a gravitáció hatott rá. Sok szeretettel köszöntök mindenkit uh, innen a Mobilis laborból engem Eszternek hívnak. Uh, otthoni kísérletezésre imitálok mindenkit. Uh, az ötödikesekhez szólunk elsősorban, de bárki, aki kedvet érez a kísérletezéshez, az nyugodtan uh, próbálja ki uh, ezeket a fizikai kísérleteket. Uh, ma a levegővel, légáramlással és egy törvényel fogunk ezen belül foglalkozni, a Bernoulli törvényel. Ez a törvény ez arról szól, hogy a dolgok szeretnek a gyorsan áramló levegőbe mozdulni, hiszen majd később tanuljátok, hogy a levegőnek van nyomása is, az a légnyomás. Rám is, mint rátok is nehezedik légnyomás, ez a fölöttünk lévő levegő oszlopnak a súlya. A gyorsan áramló levegőnek kicsi lesz a nyomása, a lassabban áramló levegőnek pedig nagyobb a nyomása, tehát a tárgyak a gyorsan áramló levegőbe, a kis nyomású levegőbe szeretnek elmozdulni a víz is ugyanígy viselkedik, és ehhez készítünk egy házi eszközt, ez pedig egy vízporlasztó lesz. A porlasztónkhoz szükségünk van, szükségünk van egy pohára, most egy ilyen magasabb poharat választottam, aminek talán látszik, hogy a tetejébe már szépen beleragasztottam a szívószál darabkámat. Ez nem kell, hogy túl hosszú szívószál legyen, meg is mutatom, Ekkor a darabka is elég. Ezt szigetelő szalaggal beleragasztjuk a pohár tetejébe. Majd pedig szükségünk van vízre. Mi ezt a vizet megszíneztük. Otthon nyugodtan lehet sima vízzel kipróbálni, mi ételfestéket raktunk a vízbe, azért otthon senkinek nem ajánlom, hogy a fehér vagy bármilyen színű festett fal környékén ételfestékes vízzel kísérletezzen, tehát a színtelen vizet ajánlom az otthoni kísérletezésre. Feltöltjük ezt a poharat majdnem színültig, beállítjuk a szívószálunkat függőlegesre, És a másik szívószállal, amit már levágtam ebből a hosszabb szívószállal, szintén egy kis darabkát vágunk le. A másik szívószállal elfújunk a pohárban lévő szívószál felett. Fontos, hogy ez a kezünkben lévő szívószál darabka, ez merőleges legyen a, pohárban ö, található ö, szívószára és pontosan felette fújunk el. Meg is mutatom, hogy hogyan működik a kísérlet. lehet, hogy a kamerán nem lehetett látni, de én el tudom nektek mondani, hogy nagyon szépen sikerült a vizet kiporlasztanom az asztalra. Ugyanis itt az történik, hogy a vízszintesen tartott szívószálban ugye belefújunk, tehát gyorsan áramlik ki a levegő a szívószálból. A pohárban lévő szívószál felett ez a levegő ugye eláramlik, és a Pohárban lévő víz, mint a ö, dolgok általában szeretnek a ö, gyorsan mozgó levegő irányába elmozdulni, tehát a pohárban lévő víz szépen a gyorsan mozgó ö, kifújt levegő irányába elmozdul, vagyis felfelé, és aztán szépen szét tudjuk porlasztani ö, ezzel a kifújt levegővel ö, ezt a vizet. Meg is mutatom nektek közelebbről, hogy hogyan néz ki ez a porlasztás. Sziasztok, engem Eszternek hívnak, sok szeretettel köszöntelek benneteket itt a Mobilis Diák Laborban otthon elvégezhető kísérletet szeretnék nektek mutatni. Elsősorban az ötödikesekhez szólunk, de bárki, aki kedvet érez az otthoni kísérletezéshez, nyugodtan bekapcsolódhat. A, ma a levegővel, a légáramlással, illetve egy törvényen foglalkozunk, a Bernoulli törvényel, ami Tulajdonképpen arról szól, hogy a tárgyak szeretnek a gyorsan mozgó levegő irányába elmozdulni. Erre egy hétköznapi példát is mondanék. Ugye a biciklisták sokszor szeretnek a kamionok mögé beállni az úton, hiszen akkor szélárnyékban vannak. Ez egy igen veszélyes próbálkozás, ugyanis a kamion nagy sebességgel közlekedik, ezért körülötte a levegő is gyorsabban áramlik, és ez a gyorsan áramló levegő, ez beszippanthatja a biciklistát, vagy máshogy mondva a külső levegő, ez benyomhatja a kamion alá a biciklistát, ugyanis a a biciklista körül, tehát a kamion mögött ö, messzebb, már a levegő lassabban áramlik. Ö, későbbi tanulmányaitok ö, során majd ö, foglalkoztok fel, hogy a levegőnek nyomása is van. Mindenkire nehezedik légnyomás, ez a felettünk lévő levegő oszlop súlyából adódik. Ö, a lassan mozgó levegőnek nagy a légnyomása, a gyorsan mozgó levegőnek pedig kicsi a nyomása. Ö, és a tárgyak ebbe a kicsi nyomásba mozdulnak el. Akkor nézzük is meg, hogy uh, mire van szükségünk az otthoni kísérletezéshez. Kettő darab pingpong labdára, amit uh, felfüggeszthetünk, gyakorlatilag bárhova, én most két állványra függesztettem fel, ami fontos, hogy a két pingpong labda, az körülbelül egy-másfél centiméterre uh, uh, lógjon egymástól, és egyforma magasságban. A kísérlet pedig a következő lesz, én most el fogok fújni egy szívószállal, ez is kell a kísérlethez, egy szívószállal a két labda között. Megismétlem a kísérletet, hogy megint meg tudjuk figyelni, de aki szemfüles volt, az már láthatta, hogy a labdák első körben egymáshoz ütköztek. Tehát most is látszott, hogy a labdák először összeütköztek, vagyis a labdák a csőből, vagy hát a szívószálból kifújt, gyorsan áramló levegőbe mozdultak el, és gyakorlatilag összeütöttek. Azt is mondhatnám, hogy a körülöttük lévő külső levegő összepréselte őket egymás felé. Mindenkinek jó kísérletezést kívánok otthon! Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket minden a Mobilis laborból, Engem Eszternek hívnak. Otthoni kísérlettel készültem nektek amit el tudtok végezni. Arra kérlek benneteket, hogy szülői felügyeletet feltétlenül vegyetek igénybe, sőt segítséget vegyetek igénybe ehhez a kísérlethez. Elsősorban az ötödikesekhez szólunk ma, de bárki bekapcsolódhat, aki egy kis kedvet érez a kísérletezéshez. A levegővel, légáramlással, illetve egy törvényel fogunk foglalkozni ma, a Bernoulli törvényel, amely arról szól, hogy a tárgyak, illetve a, a dolgok szeretnek a gyorsan mozgó levegő irányába elmozdulni. A gyorsan mozgó levegőt hogyan tudunk létrehozni? Nagyon egyszerűen... Kifújjuk a levegőt, így már a szánkon keresztül kiáramló levegő, ennek nagy lesz a sebessége. Ezt én ki is fogom használni, és egy gyertyára fogok ráfújni egy tölcsér segítségével. Tehát ami kell a kísérlethez nektek majd, egy gyertya, lehet kisebb, nagyobb, én egy nagyobb méretűt választottam, illetve egy tölcsér, én üvegtöltőt használok, nem muszáj nektek üvegtölcsét használni. Otthon biztosan ö, van műanyag tölcséretek, Anyától kértek egyet a konyhából. Meggyújtom ezt a gyertyát. Szépen meg is gyulladt. És ami fontos, hogy a tölcsérbe bele fogok fújni, viszont a töltsért azt úgy tartom, hogy a ö, kicsit a gyertya pereme fölött legyen, és merőlegesen a gyertyára, tehát én vízszintesen fogok elfújni a gyertya fölött. Nézzük meg, hogy mi történik a lánggal. Szerintem látszott, hogy a gyertya lángja a tölcsér felé mozdult el, amikor fújtam, hiszen a kiáramló levegőnek nagy volt a sebessége, és a törvényünk kimondja, hogy a dolgok, jelen esetben a gyertya láng az a gyorsan mozgó levegőbe szeret belemozdulni, tehát a tölcsér irányába mozdult el a gyertyalángunk. Jó kísérletezést kívánok mindenkinek!